az alien paradigma. Elhordó Müezzin, Ukambunan Ihatauh beszédét hallják. A felvétel Dilli városának Jama Masjid nagy mecsekkében készült a 2000. év október 28. napján. Lemászott az Eisenheimi oltár bal oldaláról, és a föld hemiszférájén csillogó nyálkás fraktál színekben dobzódó fekélyek sejmes gubói és csillószőrös penészgombái lüktetnek a Kondratyev ciklus tangójaként. Az Eisenheimi fekélyek piros kis kráterei kékes-fekete betemen színű légy nyálkát folyatnak egy bőrtojásra, melyből egy élő emberi test a bordáinak széttördelése után a napvilágra bújik a perzsa gnózis sötét árnya, a megtestesült rossz mitrászi reinkarnációja, az emberi lények tudatának kipárolgása, porszellemünk kulturgenetikai egysége, egy élő mém. Szörnyek megpróbálják kiirtani eme család szerető közösségüket megvédő, az anyát hűségesen kiszolgáló és szorgalmasan dolgozó alien kolóniát. Itt egy nőstény emberi szörny undorító kicsinyét kitépi a meleg kas nyálkás bugyrából, és az anyát is legyilkolva égeti fel a közösség tojásokba telepített jövőjét. Abban a tudattalan genetikai életfolyamban, amely az Édenkert vizeként végig hömpölyög az oszcilláló világegyetem jelenlegi térségein, ahol a genetikai közlemény egyetlen célja maga a közlés, ott az emberi értelem és tudat egy evolúciós melléktermék. Rendje önértelmezésének évezredes kínlódása után a megfelelő időben, 1976-ban, a gomolygó ködből a genetikai elméletek melléktermékeként felbukkan a mém elmélet. A mém a kulturális evolúció alapegysége, a gén analógiája, az emberi agy által kreált és szaporított információs egység és szimbólum. Ha a valós idejű emberi kultúra megnyilvánulásait összesűrűsödött, materializált mém kolóniáknak tekintjük, akkor az emberi agyak termékei a mémek fajtáiban, digitális mimikriében, vagy az olyan protomém ismeretelméleti képzetekben, mint a fénytest, ez a Luminous Body, vagy a világot egységes, rendszerbe rendező, koncentrált tudatsugárral mozgatható összeállító pont, ez az Assemblage Point, képzetének a leírásában öltenek testet napjainkban.
A korai európai társadalmakban ecce homo. A személyes tulajdon, amely nem más, mint a döntésszféra, fejleszti a személyiséget. A címerekben topzódó páncélos lovag egyistenite, majd később atomtenger alattjárója, de a bioasztronómia, a katakári, a nigrománia, a komputer vezérelte fraktálgenerátor, a Krishna tudat, Space Shuttle, Rág Mála festészet, a kiborgok, Kuandalini szex, Arecibói rádióteleszkóp, tantrikus mandalák, a Ser szinkron tronja, az Inkvizíció, Golgaku kompozíció, Bergen-Belsen, Vedanta, a katedrálisok és kermofágia, a Seti Phoenix Project, Delphi nyelv és szülés, Kawaii-jé kól orgonák, hüllők a retikulumból, Ajanta és a profitráta, bölcsek, a kommunizmus, a tőzsdei derivátumok, vagy az emberi tudat hálózatba történő áttelepítése, ezek mind mém galaxisok, az információ anyagiasult kövületei, ahol azonban valamennyi holt nemzedék hagyománya lidérc nyomásként nehezedik az élők agyára. A második ezeret fordulótáján elérkezik a klasszikus hindu kasztrendszerhez hasonló rendkívül zárt monokultúrájú és kényszerpályán haladó, a globális társadalom egy bolygó felszínén egységesülő fogyasztói biomasszájához, az élő mémek nyálkás megaváros kolóniájához, ahol a behatárolt tulajdontípusok és az általuk artikulálható szociális mozgás lehetőségei, behatárolt kasztokat és behatárolt anyagcserére nyomorított személyiségeket hoznak létre, a maguk kultúráját és földi javakat fogyasztó és pusztító ízlésükkel egyetemben. A vízi világunk hajójában él egy összeaszott a fehér föld alatti férgek világtalan szürkés fehér szemű öreg embere, aki az Exxon Valdez belső olajtengerében vigyázza annak mindenkori állapotát. A film első egyharmadában pontosan 3 másodpercre tűnik fel ez az emberi lény. A film harmadik harmatában ez az évtizedek során a füstölők szolgálatában megöregedő ember a bedobott foszforfákja által berobbant égő pokolban, felállt csónakjában és tágra nyitott, látomásos halotti szemével. Egyébként a film dramaturgiáját illetően tökéletesen fölösleges betétként. Elevenen elég. A nézőtéren visító, szűnni nem akaró röhögés tombol. Ebben a világban az egységes világkép a fogyasztás legnagyobb ellensége, ezért a globális szatellit média, Video. A hálózati tömbök egy rejtett történelmi megbízást teljesítenek, amikor napi gyakorlatukban a látszólag fontos, de soha nem a történések valódi Ariadné vonalára felfűzött, hírmém kaleidoszkópjukkal az emberi tudat dirib darabra törését hajtják végre. Ennek nem rossz példája Isten büntetése. Az 1963-ban Zanzibárban véletlenül megtalált ícces vérminták petri csészéje,
Itt a Nyirogungu hegy gorilláinak 50-es évekbeli kiirtása nyomán, az emberközeli genetikai spirál révén villámgyorsan átmutált paraziták az öröklődési plazmát, az élet szent forrását érintő evolúciós visszacsapása szimbolizálja. Az ipari forradalom által megbontott harmóniát. Amikor e század tízes éveiben az első T-modell legördül a Ford gyár futószalagairól, akkor a világ elérkezik egy addig rejtett, évszázadok óta a világrend méhében létező elv materializált étoszához, mely nyilvánvalóvá teszi az emberi tevékenységek mögöttes jelentését és viselkedését, azaz egy régi, új paradigma logikáját a történelem egymásra rímelő 200 éves ciklusainak hullámaiban. Ugyanis az az elv és gyakorlat, mely szerint ezen az ajtón bemegy az előre gyártott alkatrész, azon pedig kijön az autó, vagy ezen a kapun bemennek az emberek, amazon pedig kigördülnek a szappan és haj bálái. Ugyanazon az ember, a galaktika epicény beszennyezője által létrehozott, de planetáris, individuális tudatát elidegenítő eszme lecsapódásai. Az egyszer vetíthető és testőrök által kísért videó, melyben egy szakszerűen bevilágított tornateremben mindösszesen 14 komputerizált csúszó sínes kamera editált képein, általában brazil, mexikói, olykor román születésű, 7-11 éves gyermekeket tépnek darabokra szexuális játékokban, fekete bőrbe öltözött 190 cm-es férfiak és nők. A kiomló gyermeki belegbe való beleülés és élvezés, ezt már kis Pippin Karolin király is nagyon kedvelte. A tequila tejszín, Irish cream, fürtojás, ketamin, kivi koktélt kortyoló, szopogató szemlélők számára különösen élvezetes szórakozás, eme bensőséges partikon. A klasszikus hindu kasztrendszer, itt a nyelv az embereket egymástól való megkülönböztető megszólítása során háromféle ragozást használ. Többek közt a munka megosztása, a kollektív szociális tudat emberen túli isteni törvényekbe merevített szabályozását,
A személyiség ázsiai, tulajdon nélküli panteisztikus isten és ember óceánján, a Kondratyev ciklusok szimbolikus reinkarnációs leképződései a brámin agyakban és ideológiákban, egy hierarchikusan tagozódó társadalmi ökonosztász, az atomizált faluközösségek mikrostruktúrájának molekuláris egyensúlya, az amindári adószedés és a teljes társadalmi struktúrát átszövő és azt eldugaszoló rendszerén virágzik ki. A fehér ember féltekéjén 1968-ban, az emberiség utolsó picényes elbukott forradalma után, de az egyetemes, uniformizált fogyasztói béke, a Pax Peristaltica és a valóságból a hálózatokba kényszerített hálózati közösségek megvalósulása előtt megjelennek a nagy lélekmentő kísértetek, a borzalmas keleti társadalmak emberi nyomorúságának filozófiai párlatait a nyugati világra rálehelő guruk, így például Maharishi, Sri Chinmoy, Moon, Bhagwan, Prabhupada, stb. A sor végtelen. Ezek személyében. A lemezborítók szövegeiben és címeiben nyüzsögnek a Surrender, Devotion, Karma, Mulandar, Mahavishnu, Face, Anahata, Supreme, Silence, stb. A sor végtelen. Kifejezések. És a kollektív, de most már csak tudati forradalom megindul a hívő hindu hagyomány évezredes tradíciójához hasonlóan az egyén sötét belső terei felé. Ahol a képzelt szabadság, de persze a magány, a szétzúzott személyiség bebábozódott, kitinváza várja csak a szabadulni vágyót. Ekkor már eltűnik a Mountain, a Pink Mice, a Dando Shaft, Grand Funk, Yes, Ashra Temple, Jefferson Airplane, Iron Butterfly, Popol Vuh, az Ámon Dűl pozitív energiája, és eljön a gótikus zenekarok, a Sirit Ungol, Megadeth, Judas Priest, Witchfind, Motorhead, Tankard, majd a Coil, Venom, Pantera, Crowbar, God, Neurosis, Korn és a Zilwolf nem emberi üvöltése. Ahol az ördög énekének kigyakorolt, de gépileg is támogatottan torzított, irracionálisan mély hangja egyesül a tibeti zene vokális hagyományával, mélyebb az emberi hang imája és könyörgése, annál közelebb kerülünk valamely Isten lényéhez. S amely Istenhez vezető út tehát nem a mennyei hangok irányába, hanem a sötétség, a mélység, az ebész fele terel minket. Az Apollo űrhajó, van egy kis problémánk. NASA.
arca idomítású, a Westworld szalon stílusában pózolt amerikai hírusz hősies nyugalma mögött a szarvasvadász erkölcsisége húzódik meg. Amikor felharsant Bill Clinton, egyébként az elődeinél jobb amerikai elnök választási imája, Isten áld meg Amerikát, a mögött az a Kuwaitba Saddam Hussein által, akit egyébként a nyugati világ hosszú időre a helyére konzervált, betelepített, majd onnan kivonuló civil iraki gyermekek és nők százezeres országúti hullasorjázása áll, amelyet Schwarzkopf tábornok élő CNN sajtótájékoztatója során a féle búcsú nyúlvadászatnak apostrofálta pilótái jutalomjátékát. És صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أصيب بكي البرمتوبة Napjainkban a racionális tudomány civil szférájában Terence McKean a botanikus filozófus, mondhatni újkori mém gazda, fűvészkönyv esszéje, egy sajátos UFO koncepciót csomagol a botanika egy speciális ága mögé. Az ős történettől így a majáktól és az egyiptomiaktól kezdve napjainkig, a füvek és a gombaspórák elterjedése egy szisztematikus, diszkrét lépcsőkben történő beetetést szolgál az UFO-k részéről, amely az emberiség tudatmódosítását tűzte ki céljául. Ezek a szerek a szintetikusoktól a gombákig bezáróan az emberiség közös tudatát abba az irányba befolyásolják, hogy az idegeneket befogadják a földi társadalmakba, és egyben az emberi fajt alkalmassá tegyék a velük történő szexuális aktusokra. Ez az úgynevezett racionális tudomány itt már elszakad a köznép által korábban űzött, egyébként szintén szexuálisan terhelt tartalmú UFO versus szukkubuszok női petékre vadászó, a Bermuda háromszögben 17, azaz 17 hüllőszerű retikulum faj egymással is háborúzó képzelgésétől, hanem így beszél ez a tudomány. Én erről a csillagközi kapcsolatról és a pszilocibin gombáról értekezem. Említettem már, hogy a pszilocibin, ha metabolizmusba lép, gyorsan felölti a pszilocin formáját. Ez egyszerűen a 4-hidroxi-dimetiltriptamin. Ez az egyetlen négyökű indol az élő természetben. Engedd egy kicsit ezt zizegni a fejedben. Az egyetlen ismert négyökű indol a Földön. Történetesen ez a pszichedelikus anyag bukkan fel 80 gombánál, a legtöbbjük az új világban él. A pszilocibinnek saját címere van, ezen ez olvasható. Mesterséges vagyok, odakintről jövök. Én azt mondom, hogy ez egy gén lehetett, egy mesterséges gén, melyet talán egy az űrből származó vírus hordott be mesterségesen a Földre, és hogy ez a gén szépen megbújt a gombák gén sorában.
azonban akkor is, amikor Carlos terroristát Párizsban bíróság elé állítják. Ugyan ennél többet azóta sem tudni. S a kezdeti bizonyítási eljárásbeli zavarok a Gordiusi csomóját a Színjáj által küldött műhold fotó oldja meg. Itt Don Carlos napszemüveges képe látható a líbiai sivatagban, amely fotó a katonai műholdak kb. 10 cm-es, nyilvánosságra hozhatónak engedélyezett felbontását dicséri. Azokon a műholdas napi térképeken, melyeket például a Tirosz, az Ikonosz, a Mínosz meteorológiai rendszere, vagy a Színjáj által földszelvényenként minimum 10 cm-es felbontással bíró geostacionárius, többek között globális mobiltelefon lehallgató rendszer, vagy a Lacrosse, vagy a Motorola Iridium rendszere, vagy azokon a térképeken, melyeket az atomtenger alatt járók NORAD központi navigációs műholdjai állítanak össze, UFO-k nem láthatók. Több világ és világérzet él egymással egy időben a Földünkön. Érdemes összehasonlítani a művész ellenálló csoportok a társadalom megváltoztatását szimbolikusan sugalló, bohókás performanszainak hatékonyságát, egy haditengerészeti kommunikációs szakember, vagy a Pentagon logisztikai szakértőjének ismeretanyagával, vagy akár a humántudomány nyelvezetét egy multiiparvállalat fejlesztő mérnökének világképével. Egy 1972-es alapítású, a kaliforniai Santa Fe-ben letelepült keresztény UFO szekta, előképe Jézus Krisztus a repülőcsészhajak lovagja társaság, kasztrált tagjai 1997-ben elhatározták, hogy az addig bevett gyakorlattal ellentétben a növényi DMT, természetesen ez egy falarik faj, szívása helyett tudatukat átelepítik a Hale-Bopp üstökös csóvájába rejtőzködő UFO fedélzetére, ahol egy új életforma és minőség várja őket. Az eredmény látható volt, ott feküdtek 39-en az emeletes ágyakon, mint a halál kollégiumában. Mellettük letérve a szemüveg, tisztára suvickolt cipők, tökéletes rend, és ők maguk lila kendővel, alatt összekulcsolt kézzel, letakarva, szép tiszta házban, ragyogó napsütés, úszómedence, a közeli Beverly Hills, az a Szodoma és Gomorra szomszédságában. Feledkezzünk azonban meg a közép- és az újkori indiai szentekről sem, akik magukat egy fára fejjel lefelé felakasztva a nyílt tűzön égetik el magukat. Nos, ezek a szintén kasztrált emberek nem egy üstökös mögé, hanem a földi léttől és a gyönyörűséges indiai zenétől örökre megszabadulva igyekeztek egy másik nirvánába,
ahol megszűnik az e világra történő újjászületések borzalmas láncolata, és mint a társadalom szélére centrifugált értelmiségi fölösleg, menekültek a Kámaszutra gyönyöreit élvező városok forgatagából. Vagy akár napjaink azon szent emberei, akik kormány megbízásból az erdőből előbújva, mantráikkal térítik el a szovjet Mir egy űrállomás esetleg Indiára zuhanó roncsait. Ebben a világban a zene úgy tűnik az emberiség édes mérge. Jajnavalkija, brahmin zenetudós, időszámítások után 6. század Hindusztán, ezt írja. Ha tisztában vagy a hangok és a ritmus törvényeivel, akkor rálépsz a hazafelé vezető útra. E kitételt már a sokkal korábbi jóga szutrákban is megtaláljuk. De ilyen a jóga, a földről és a valóságból történő távozás e legrégebbi, fantasztikusan kifinomult és mélyen filozofikus technikájának a legújabb kori reinkarnációja is, a Tensegriti szellemi energiasugarat fejlesztő gyakorlatsorozat és filozófia. Ennek tanítása szerint az ember individuális tudata nem az agyában, hanem azon kívül valahol egy másik dimenzió tér idejében bolyong, és egy energiasugár segítségével áll kapcsolatban az egyébként zombiként lézengő üres emberi testtel. A tanítás szól még az emberiségen élősködő úgynevezett vetődőkről, ezek a flyersek, akik alien parazitákként az emberi világ, indítékaink és érzelmeink minden rosszának szinten tartói, tudatunk és intézményeink használói, minden gondolatunk és az emberi ego beépítéséért felelős poltergeist típusú parazita fluidiumok, amelyek valójában az emberi arcra tapadó és annak szájába halált kojtáló alien mintojás szimbólumai, vagy akár az éjségfilm porladó bomló csontvázait bevonó zöld színű penésznek, a zoo bomló állattetemeinek, vagy Hans Bellmer és Hans Rudi Giger grafikáinak filozófiai megtestesülései. Az ég felé. Horizontja az egybefüggő fehéres ezüst, tejtengerben fetrengő és üvöltő hóhérgépek tömege. Felhőben ülő, zizegő, kitinhártyás, százlábú lények képserege. Egymás húsát csontig tépve teszik a szépet a rohadó istenüknek. Fehéres bűz, húscafat, ismétlődő dübörgés, az aláomló csontvelő zivatar szétfröccsenő tajtékos édentengerébe merülő lények szétpukkanó teste, fejük bőrös szilánkokra robbanó velőpatak, hitük szerint ez a lét hajnala. A plazmatikus képződmények a nyers hús csecsemők párájától övezett halmai verődnek habbá a kövezete. A bomb
hasonló üvegtüskeszemi madárlények csillogása megőríti a nyálkás iszamos húsmocsárból újjáéledő színjátszó pávacombú lények seregét, reket omló sikolyban végződő szenvedéseik újjászületését. A távoli horizont égig robbanása, ahol a tüskés, círmos kagylóhéjak tapadnak a feltekeredett íg aljának ibolya leplére, és a lezuhanó csontverő zivatar éden krémhabjának tengerébe. Lények, kik a lét hajnalának nevében kenődnek széjjel tejezüst gömbök belsejében az üveghangyák diatal ordítása kíséretében. Aranyfolyóból lépekedő kékes-zöld pávatól szemű óriási meduzák nyálkása pálos teste, higgangyöngy hidra felhővé sűrűsödnek ott, ahol a folyó saját két partját harabdálja és úgy mozog, mintha belegből állna. A folyó felszínén Solaris csomó húszkálnak, átlátszó kocsonya gömbök gyöngyöznek a magasba, először süket csend, szomorú füzek hajlonganak a baljós napsütésben. Tücskök elsüketülnek, és ekkor a horizonton rettenetes remegésben a folyó felhorgad, csukjáján pápa szem, s a szájában a halál fröccsen széjjel. Itt tehát az a kérdés, hogy az a képesség és kreatív erő, amely az emberi válás folyamatában, az emberen túli más világok és mémek korlátlan teremtésében megnyilvánul, és ahol az emberi nem és elme távolodása önmagától, mint globális kultúrtörténeti genetikai folyamat jelenik meg, az a hominida természetrajz vagy alapprogram része-e, vagy a faj eredendő hamis tudatának egyik lehetséges megnyilvánulása? Egyáltalán szükségszerű-e a hamis tudat, és szükséges-e a mesterséges hamis tudat? A testet elhagyó óegyiptomi szárnyas lélek, a K, itt még nem galamb, a lélek elidegenedésének e korai ábrázolása, vagy az évekre sötét cellába zárt tibeti szerzetes szellemi praxisa, aki beavatásának végső fázisában önmaga vagy választott Isten földi alakmását mások által is látható formában materializálja. Csögő zombik a haláltánc kecses koreográfiájával kísérik az átépített testű szörnyeteket, bomló emberi testrész húsdarabokat pergetve magukról ábrándos, szolarizált szemű hamvas fiatalkorú kislányokra egy kihalt sötét gyárudvaron. Amikor tehát az elcsendesült kisebbségnek már csak a befelé vezető út marad, és a nagy lélekcsiszárok ásramjai is kiüresednek,
akkor eljön az általunk lakhatatlanná tett világból való kiszállás egy újabb fejezete és menetrendszerű igénye, az is degenerálsz forradalma. Az ősi ösztön örök szoftvere, fejen átbocskázó belépés a képbe technika ősi kínai költői leleménye, a Trance Forever, az alien lótetű fejére emlékeztető virtuális sisak által, legyőzni a napi valóságot, a divat, a drog és a tudomány segítségével, és ahol a punk még szociális töltési osztályharagja, a kasztmeret is megváltoztathatatlan társadalmi valóság helyett önmag ellen fordul, és ahol majd a biztosítótűk divatja átlényegül a teljes testet, különösen, mint az extatikus derviseknél az intim helyeket is, átszövő piercing, a színes kontaktlencsék, a testplasztikák és a tattoo eszites divatjába. Így értük el, hogy a zene olyan fizikai kábítószer lett, amelyet semmi más nem tud helyettesíteni. Általa arányok, konstrukciók szállnak az agyba, és olyan érzések születnek ott drogok nélkül is, amelyet semmilyen más érzékszerv nem indukál és nem képes közvetíteni. És amíg például az indiai zene egy évezredes fejlődésű gyönyörű szellemi exódusz ebből a lakhatatlan világból, úgy a mai zene hasonló attitűdje elvezet egy zenetörténeti tényhez. Korábban a zene a maga kibogozhatatlan akusztikai, érzelmi, matematikai arányaival és évezredes kulturális mémjeivel a szellem gyönyöre és extázisa volt, úgy a mai zene kommercializált változata a maga 60 Hz-es lábdobjaival és keleties, statikusan monoton, vesére ható, az adrenalin termelést fokozó akusztikai masszázsával, a test és a lélek hétvégi szabadulásának kívülről stimuláló fogyasztói praxisává vált, azaz a kiszállás művészetének újabbkori technikájaként jelenik meg a fehér ember világában. Egyben eme keleti esetű nyugati társadalom életérzéseinek minden más művészet és tudománynál érzékenyebb lakmuszpapírjává vált. Így következik be könnyedén a korszerű technika és az Európán kívüli zenei elemek együttes felbukkanása a jelenlegi világ zenei gyakorlatával, illetve az elidegenedés, az anómia és a mesterséges hamis tudat digitális hordozóiban. Globális konform köznyelviségéhez hasonlítható konzum indiai zene kialakulásához. Így homályosul el az indiai zene eredeti lényege is, amely nem más, mint egy fantasztikusan kifinomult ősi extatikus üvöltés, amely ugyanakkor maga a matematikai tisztaság és mennyország, és bárha van pokol, ott biztos indiai zene szó, ez egy gótikus katedrális,
minden összetevő eleme racionális és mérhető, csak az egész felépítmény tökéletesen irracionális és emberen túli más világ. A mokul udvari zene, a gamelán, a tuvai, de az inuit vagy tusziótó burundi zenék, és általában a pigment gazdag tradicionális kultúrák maradványainak elfogyasztása a jövőben kötelező. Indi virtuális műholdcsatornák virtuál cryptcard által kódolt adása, intravénás fúzióval, sóoldatos meleg víz és légző állarc, hozzáverülésre kedvezmény. Az úgynevezett személyi kádakban ezek a personal graves, heterodin sugárzás és a slag által történik. A virtuálián sisak programok, ezek majd a fül mögébe ültetett szlodba kattintható videódramok lesznek, még beláthatatlan mennyiségű élményt tesznek kijárulhatóvá a mintavett és digitalizált, a mókusok pornográf élete, Caligula orgiái, amikor hóhér voltam, a gurmand döglégy, az Alien képontja, a kis inkvizitor, én Himmler, Hullacsíra behatolók című remek művekben. További feltétlenül javasolt szoftverek, MacLife, Paraclete Games, Nihilization, Compact de Sad, Kokalia, MacRave, Essider, Soft Nirvana, Leaser Games, Somnipotenzer, Hibernaculum és Cyber Orgiasmus például. سيدنا محمد وعلي وصحبي وسلم تسليما وسيني لقيه البرم طوبا illetve a Computed Mimesis technológián alapuló társadalmi Möbius tudat kialakításának egyik lehetséges és akusztikai megoldásának tűnik. A moduláris Go elektronika, a tablámémek matrix topológiája, a szintetizált karcinogén PCM szekvenciát, az asztrál halucinogén hangszerevi és indosztáni stílusa, vagy az analizált interstelláris spektruminták polifonikus alkalmazása, ezen kívül a geometrikus fraktál hurkok CIPI programozása, illetve a keverés pitagórászi módja, egy mémetikus pókhálót vontak a század elidegenedési trendje következtében növesztett foszforeszkáló acid tudatokra, és mint az ezredvég kifinomult Rana of Trans Society jelenik meg. Később, amikor az emberi tudat hálózatokba költözött, illetve áttelepült a Jupiter stratoszférájába, ebben az időben a zene eredeti frekvencia algoritmusait lézeres impulzussá konvertálva rákötötték a neuron végződések szinapszisaira, és percenként több ezres lökés számú 3D-s 16 Hz per BPM impulzus momentummal stimulálták azokat, akkor a zenetörténet egy újabb szakasza kezdődött el, amelyben az emberi nyomorúság korábbi zeneanyaga szükségszerűen a múlt ásatag etnológiai lidérc nyomásaként avul el. Tehát ebben a következő hullámban, amelyben a társadalom krémül, azaz irányító közegének, úgyis mint parlament, rendőrség, katonaság,
30-40%-a merül, a besült forradalmak napi gyakorlataként és eredményeként a vegyszerek bódulatába. Nos, e világ, eme kicsi, az 1968, a New Wave, az SI Techno utáni negyedik zenei hullámában, az élő koncertek az egyéni rituális öngyilkosságok extatikus szertartásaivá válnak, mind a színpadon, mind a hívők soraiban. Aktusukkal szimbolizálva a felszabadulás, a megváltás, megvilágosodás, emi kis világunkban egyedül lehetséges módját. Való, hogy Isten, mint omnipotens, a történelem előtti és feletti fogalom messianisztikus entitása képzeletünkben az emberi kultúra szerves része. E fogalmi rendszer alapján azonban úgy vélhető, a világ nem magyarázható és érthető meg, mert az tökéletesen ellentmond a jóisten létének. Testvéreim! Ennek a szövevényes és halálos törvények szerint működő planetáris rendszernek a működése abban a pillanatban érthetetlenné válik, ha beviszünk egy omnipotens irracionális elemet ebbe a rendbe, ami még úgy, ahogy érthető, ugyanis ezeknek az irracionális elemeknek az egyeduralma révén vált a mi világunk ilyenné. A 10 parancsolat olyan emberek számára készült, akik öltek, loptak és hazudtak. Hinni kell egy olyan emberben, akinek nincs szüksége 10 parancsolatra, Bibliára és Koránra, vagy az úgynevezett tradicionalitásra, mert önmagától tudja, hogy ölni vagy hazudni nem jó. Nincs szüksége mimikrire, mert tudja, ahhoz, hogy a világ lakható helyé váljon, nincs szükség a jó Istenre. Nincs szükség katonaságra, nincs szükség egyházakra, se nagyvállalatokra. Amit láthatunk, egyre többen vannak, akik ezt felismerik. Vagy nem ismerik fel, de úgy élnek. És ha ez a felismerés elterjed, valami történni fog. Essen szön a maradihoz bőni.
De addig a fehér emberi ipari forradalma és az ennek megfelelő minőségű emberi jogok, azaz a fogyasztói anyagcsere globális emberi joga mindenki számára lehetővé teszi, hogy tudatának mémieit korlátlan mennyiségben, a keleti despotikus rendszerekben ismeretlen módon rázódíthassa a nem szabad piac szelektív hatékonyságával a világra. Így lesznek egyre többen az utánzók utánzói, a mémek mémiei, a jelenségek hamis holó udvarának lovagjai és művészei, lassan már csak a Solaris vendégei maradnak mindenütt. A demográfiai és kulturális szociotúlnyomás korlátlan választékot kínál az elidegenedés biológiai és kultúrszörnyeinek materializált tudatmutációiból. A Földet lassan belepi az alien nemzedék agyverőinek mimetikus nyákja és lepedéke.